2018-ban került ez a műsor legelőször színpadra, és akkor még ugye hát mindenki kisebb volt, még táncosok, mi is egyaránt, és hát nyilván nehezebb volt azt megszokni, hogy nem csak mi vagyunk a színpadon, hanem vannak rajtunk kívül még más szereplők is, akikre figyelni kell, és akikkel együtt kell működni. Nyilván fura volt, igen, a második előadásunkon, a kolozsvári előadásunkon sikerült úgy összeszokni a csapatnak, és azóta ilyen 45 perces próbák után már teljes kész a műsor. És lényegtelen, hogy fél év után, egy év után, vagy két hónap után találkozunk, mindig meg tudjuk csinálni úgy, ahogy tökéletes. Zsebemben egy üveg kölni, szabad elocsolni! Hol a kölni? Hol a kölni? Én itt valakit meg fogok ölni! Hol van az átkozott kölni? Annak ellenére, hogy a legtöbbünknek ugye nincsen nagyon semmiféle prózai háttere, annak ellenére nem kapunk nehéz szövegeket, tehát végül is csak versekből kapunk sorokat, amiket persze azért lehetne javítani így az előadásmódon, de attól még szerint, tehát hogy nem kell nagy színészi képesség arra, hogy ezeket a sorokat valaki elő tudja adni. Nyilván megvan a néptánc miatt egy nagyjából ilyen színpadi jelenlétünk, de amikor például így jobban el kell engedni magunkat ebbe a darabba, mint például egy néptánc koreográfiában, mert sokkal játékosabb, sokkal improvizatívabb, például minden. Sosincs olyan, hogy két csillagkapu darabunk ugyanolyan legyen. Nekünk volt egy olyan óránk, amikor beleolvasgattunk ebbe a verskötetbe, hogy mégis megismerjük azt, hogy maga a műsor az mire épült fel, és hogy Csóri Sándornak a versei milyen témájú versek, és hogy tényleg az, hogy nagyon fontos, hogy tudjuk a hátterét a műsornak, hogy mi nekünk mit kell átérezni, és mit kell előadni, úgyhogy igen, mi énekesek, mi olvastunk a verseskötetből. Tomika! Szereted-e Erzsikét? István vagyok. Tessék? Mondom, István vagyok. István? Nekem azt mondták, hogy Tamás. Hát bocsánat. Pistike, szereted-e Erzsikét? Szeretem hát. Adsz neki sóra pénzt? Adok hát. Nem vered meg őt? Ha jó lesz, akkor nem. Miért, és ha nem lesz jó? Folytasd már. Erzsike, szereted-e ezt a Pistikét? Szeretem hát. Főzöl neki jó ebédet? Nem tudok főzni. Kicsikém, amikor majd megtanulsz főzni, akkor! Ja, akkor főzök hát! Na, ugye! Teszel a levesébe egy kanál sót. Százat is! Mennyit? Ezret is. Úristen, de tényleg nem tudsz főzni. Na, ássuk a nagyharang! Legyetek boldogok! Ha most ki kéne emelni egy kedvencet, nekem a lakodalmi jelenet az nagyon kedves a szívemnek, mert ott tényleg a fotózkodás, a szelfizés, a modern világ és a régebbi, tényleg a lakodalmi jelenet összeszövése számomra egy nagyon kis kedves rész, hogy összetudjuk a kisebb gyerekeket és a régebbi világot kötni ezzel a modern elemekkel a műsorban. Fölöttük a kék vércsék szolgáltatták a zenét! Harang búgta a basszus! Aznap ford ki épp a múst! Körtánc, póló, bakhusztánc! Csuda volt a papjánc! Keresztlenket nyakukba, keletre meg nyugatra, ha egy ördög arra jár! Bizisten, hogy tánc vár! Amit nagyon szeretek, és azt nagyon próbáltam lenyomozni, az a lengedes sugdos a nyírfának, amit Sebő Ferenc zenésített meg. Én azt kerestem nagyon. De a CD-m van rajta, csak még nem tudtam beszerezni ezt a könyvet, de nekem az a dal, ami... Annak ellenére, hogy 5 éve játszok, nem volt. De én az a dal fogott meg engem nagyon, mert az a vers, ha lehet ilyet mondani. Mintha épp verseket írna, s hívná a gólyákat vissza. És igazából az ősszelő, tehát az egész tétel a zenével, plusz nekem még a Medárd. A Medárd. Elsősorban az úgy elég közel áll hozzá, meg így az inkább nekem a ritmusjáték miatt. Igen.
Ilyenkor biza faluhelyen, a régi időkben Betlehemest játszottak, ahol a kis Jézus érkezését énekelték meg, vagy regöltek, jó kívánságokat fogalmazza meg a gazdáknak. Hát a mi jó kívánságunk mi legyen? Az, hogy legyen végre egy kis hó, nem? Például. Porka havak esedeznek, vadockölkök hempereknek, embereknek, mint a macskák, vagy a füstös orrú rókák. Én a szánomon suhanok, mint a pesi farsangosok. János hegyi kilátóból, úgy indulnak, mint aholból. Sohannak mellettem el, sok bámészka megsüvegel. Nem kell nékem gyors jaguár, suhantasson csak január. Esik, esik, mindig esik, el is jutok kenderesig. Esik, esik, folyton esik, hát el se jutok kenderesig.